Több mint 300 éneklő és zenélő általános iskolás és óvodás lépett fel az idei versenyen. Több mint 80 műsorszámot adtak elő két helyszínen, az M stúdióban és az Újvidéki Rádió egyes számú zenei stúdiójában. Nagyon nagy fokú az elvándorlás, és ezt már a gyerekek is tapasztalják, viszont szerencsére itt még mi nem vettük észre. Tehát akik ezt a műfajt igazán művelik és jól csinálják valahol, lehet, hogy ennek is lehet megtartó ereje, szeretném hinni. Számodra milyen volt ez az élmény, milyen volt ez a tapasztalat? Hát nekem ez jó, mert hogyha hibáztam, vagy valami hibáztam, akkor ki tudom javítani, és akkor legközelebb jobban tudok zenélni. Óvodás korom óta járok a Szolcsipszolyra, és mindig nagy örömmel jövök, mert hát nagyon szeretem ezt a vetélkedőt, mert sok mindenkit megismerek, és másféle dalokat is hallatok, mint amiket én ismerek. Az eredmény hirdetés előtt a vetélkedő gála műsorral zárult, amelyen a legjobbnak minősített versenyzőknek alkalmuk volt még egyszer bemutatkozni.